Az év valamennyi időszakában, de főleg nyáron gyakrabban előfordul, hogy alkoholhoz nyúlnak az emberek. A sok fesztivál, család és egyéb közösségi rendezvény magával vonza az alkoholfogyasztás gyakoriságát. A balesetek előfordulása, a betartandó közlekedési szabályok azonban állandó tényezők. Nyáron sincs kivétel, vezetni csak teljesen józanul, alkoholmentesen lehet. A veszélyekre Bertáni Wingert Erzsébet rendőrőrnagy, a Baranyavár megyei baleset megelőzési bizottság titkára hívta fel a figyelmet. Alkoholfogyasztás hatására tompulhat a látás, megnőhet a reakcióidő. Ez azért veszélyes a közlekedésben, mert sokkal több időre van szüksége a vezetőnek, hogy meghozza a helyes döntést. Az ittas vezetők általában sokkal vakmerőbbek, bevállalósabbak. Tehát olyan manővereket bevállalnak, amelyeket józanul biztos, hogy nem tennének, gondolok itt a sebesség túllépésre, illetve egy veszélyes előzésre. Mindenki ismer valamilyen házi praktikát, amivel úgy gondolja, hogy hamar kiózanodhat. Például van, aki a hidegvizes zuhanyozásra esküszik, ez azonban hamis biztonságérzetet kelt, hiszen a zuhanyozástól nem fog csökkenni a szervezetben az alkohol koncentrációja, tette hozzá a rendőrőrnagy. Mivel Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, itt említeném meg, hogy alkoholfogyasztást követően semmilyen gépi meghajtású járművet nem szabad vezetni, még a mostanában oly népszerű, például elektromos meghajtású rollert sem. Hogyha alkoholt fogyasztott valaki, válasszon alternatív közlekedési módot, menjen gyalog, tömegközlekedéssel, vagy esetleg legyen egy olyan személy a társaságban, akivel együtt buliznak, aki végig üdítőt fogyaszt, nem alkoholos italt. Bertáni Wingert Erzsébet arra is felhívja a figyelmet, hogy ne a rendőri ellenőrzéstől való félelem és ennek jogi következményei tartsanak vissza bárkit is az ittas vezetéstől, hanem az a negatív élmény, ami elkíséri egy életen keresztül, ha egy vétlen közlekedőnek súlyos vagy maradandó sérülést okoz. A Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság a közlekedésbiztonsági helyzet javítása céljából illetékességi területén a jövőben is kiemelten ellenőrzi a közlekedőket az ittas vezetők kiszűrése céljából.